Az újoncként büntetőpont levonásokkal jelenleg kieső helyen áll a labdarúgó MB2 tabellának alján a Cigánd. Bodrogköz csapata a másodvonalban Kassáról importált szaktudás Szénai Péter szakmai igazgató személyében, vele pedig itt van most Tóth István ügyvezető és a játékosok közül Baksa Zoltán. Jó reggelt kívánok, urak! Jó reggelt! Szervusztok. István, azt nézzük meg először, hogy igazából ennek a csapatnak az életében, ennek a klubnak az életében mekkora változás volt az NB3-ból az NB2-be kerülni, ebbe az egycsoportos, nagyon komoly NB2-be? Hát igazából ugye nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A klub is elég jelentős változáson ment keresztül. Ugye a sportegyesületben a gazdasági társaság és így tovább. Aztán az akkori keret is elég komolyan megváltozott itt már ebbe az NB2-be, és ugye nem vagyunk közönyű helyzetben, hiszen a legkisebb költségvetéssel szerintem mi rendelkezünk. Tehát lehet mondani, hogy a legszerényebb költségvetésű klub a Cigánd az NB2-be. Ráadásul ugye az történt, hogy voltak ezek a pontlevonások is. Ezt betudhatjuk az átállás nehézségeinek? Tehát pont az a sok-sokféle apró változás, meg nagyobb változás átalakulás, ami a Cigánd felnőtté válásával együtt volt. Hát igen, ugye nagyon nehéz volt, tehát ebbe is úgymond profivá válni és felnőni minden olyan feladathoz, ami új volt. Mert itt adminisztratív hibák voltak. Igen, 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 sajnos. Na most, Péter, könnyű volt-e elvállalni a szlovák közegből érkezve, Kassáról érkezve egy ilyen csapat irányítását? Mi volt ebben a kihívás, és mi volt az, amivel esetleg az ember elgondolkodott, hogy ajjaj? Nem volt könnyű, nem volt egyszerű, megmondom őszintén, nem úgy érkeztem Cigándra, hogy én leszek a felelős a csapatért, szakmai igazgató pozícióra jöttem, nem ismertem a NB2-t, nem ismertem a játékosokat, nem ismertem a mezőnyt, volt néhány hét, ameddig körülnéztem, és utána már egyszerűbb lett, de nem, már nagyon sokat dolgozok a fociba, és mint edző, 91-től dolgozok, mint profi edző, és akkor nem lehet megijedni semmitől, aki komolyan gondoli, és van valami tapasztalat is, és csak mondom, nem volt egyszerű, de nem volt olyan könnyű, hogy na most azt nézzük meg, Zoli, hogy belülről hogy néz ki most tabella ide vagy oda, persze szoros, és van 8 forduló, az 24 pont hátra. Érette ez a gárda a másodosztályra? Hát, mint az előttünk álló kép is mutatja, nagyon sok játékos elment a csapattól, nagyon sok új játékost igazoltunk. Az óriási mozgás volt. Nagyon nagy, és télen is, és a nyáron is nagyon sok játékos jött, és véleményem szerint egy idő kell annak, még ez a csapat, ez a gárda összeéri, és meg kell találni a megfelelő rendszert, amiben tudunk játszani. És nincsen egy olyan meccs, ami lefutott véleményem szerint. Van 2-3 év kiemelkedő csapat ebbe az NB2-be is, ami tényleg az már azt mondom, hogy az NB1 majd, hogy nem szintjét üti, de a többi az azonos szinten tud mozogni. Mindenki megverett mindenkit, mindenki játszott mindenkivel egy jó mérkőzést. És nagyon nehéz minden mérkőzésből kiindulni úgy, hogy most milyen pozícióban vagyunk, nekünk minden meccs fontos. Sokkal másabb ez az NB2, mint az NB3 volt. Teljesen profi, teljesen minden más. Nagyon sok jó játékos van ebbe az NB2-be, ugye a 12-es NB1-es csapatból, akik nem fértek oda, azok mind NB2, és itt már minden más. Profi szemlélet, teljesen más taktikai felfogásba, mentális, fizikálisan mindenki nagyon erős. És nagyon nagy szakadék van szerintem NB3 és NB2 között. Na most ennek az újonc csapatnak a bentmaradásáért ugye a mester, a szakmai vezető mit talált ki, mit kíván még most a tavasszal kitalálni, hogyha már arról beszélünk, hogy sok új játékos, ki kéne találni, hogy milyen játékrendszerben, milyen felfogással focizzatok. Most van egy helyzetetek is, ahol álltok, idegesnek se szabad lenni, szóval mit kell játszani? Jó kérdés, de nem olyan egyszerű megtalálni a megoldást. Én mindig a játékosok előtt is, és minden mérkőzés előtt arról beszélek, vagy úgy készülök minden fordulóra, hogy az ellenfélre nézek. Én nem figyelek a tabellára, nem figyelek arra, hogy hány pont hiányzik, mert ha erre fogunk figyelni, akkor nem tudunk játszani. Sajnos mindig keresek olyan megoldást, hogy tudunk elérni valami jobb eredményt, pontokat akarunk szerezni,
Voltak olyan mérkőzések, ahol tudtunk, vagy lehetőség pontot szerezni, sajnos nem sikerült nekünk, legnagyobb gond és legnagyobb baj van a gólokkal. Mert nagyon kevés gólokat tudunk elérni, és ez lehet, hogy legnehezebb, vagy legnagyobb feladat most az utolsó fordulókban megtalálni azt a játékost, vagy azt a rendszer, ami több gólot hoz nekünk. Minden mérkőzésen van 2-3-5 olyan gól pozícióba jutunk, vagy olyan gól lehetőség, hogy lehet elérni a gólokat, csak az ellenfél eléri a gólt, mink sajnos nem tudunk. Na most, István, a maga Bodrog köz is, maga a település igényli és megszerette az MB2-t. Tehát, hogyha most a hátteret nézzük, az anyagi része jó, nem vagytok gazdagok, de emócióban, meg drukkerekben. Én teljes mértékben azt mondom, hogy igenis nagyon megszerették ott a környéken az MB2-t. Rengetegen járnak ki mérkőzésre, mondhatom azt, hogy majdnem mindig tele vannak a lelátóink, főleg ha mondjuk egy közeli csapat érkezik, mint például a Kisvárda. És ugye nem csak Cigándról, akár Sátoraljújhely, Sárospatak, tehát több kilométert is utaznak a szurkolók azért, hogy megnézzenek minket és az MB2 színvonalát. Na most Zoli, oké, mindig az a következő meccse kell nézni, ez közhely is, de most jön néhány meccs, ahol nem lehetetlen semmiképpen a 3 pont. Úgy általában mit gondolsz, ha már 8 és 8-3-24, mennyi lenne az a pontmennyiség, amivel bent tudna maradni a csapat? Ilyen ismerve ezt az MB2-t, hogy mindenki mindenkit megverhet. Belebocsátkozni nem nagyon akarok, de... Tavaly is, ha megfigyeljük a fél szezonunkat, akkor ilyenkor kezdtünk el pontokat gyűjteni, ilyenkor jöttek az olyan papíron olyan kaliberű csapatok, amivel mi fel tudtuk venni a harcot, és onnan tudtunk legtöbb pontot szerezni. És lementek a viszonylag nehezebb meccseink, úgyhogy eddig is úgy készítettük minden meccsre, hogy a 3 pont az elfogadható, vagy legalább az X, de innentől kezdve viszont nincs más hátra, mint előre. Muszáj pontokat gyűjtögetnünk, bízunk benne, hogy bent tudunk maradni, és szerintem még reális esélyünk arra van, hogy bent tudjunk maradni ebbe az MB2-be. Hogy áll egyáltalán a klub meg a társasága ahhoz, hogy van olyan is, hogy nem sikerül, szóval azt tragédiaként élnétek meg? Hát nyilván nem egyszerű. A matematika azért még mindig ott áll, és bízunk benne, hogy sikerül bent maradni. Amennyiben nem, akkor ez már szerintem 2-3 forduló alatt ez el fog dőlni, és onnantól kezdve akkor úgy fogunk készülni, hogy MB3. Tehát akkor lesz, vagy van B-terv, lesz B-terv is. Nyilván igen, megpróbáljuk utána úgy felépíteni a csapatot, hogy minél több saját nevelősű játékos kerüljön be a csapatba, kerüljön oda. Ezáltal is ugye az utánpótlás képzésünk is megerősödhet. Jelenleg is nagyon sok gyerekünk van, tehát több mint 200 gyerekkel foglalkozunk ott Cigándon. Erőn felül, főleg úgy, hogy létesítményünk az még igazából nincs, tehát egyetlen egy utánpótlás csapatunk sem tudott még a hazai pályán szerepelni. De mindenképpen, hogyha az lesz a helyzet, hogy MB3, akkor is megyünk tovább, és megpróbáljuk a fiatalokat beépíteni a csapatba, és esetleg visszakerül. Na világos, de ha ma belekóstoltatok, akkor már azért megnyomnátok a lift gombot, igaz? Nyilván. Hogy újra jöjjön le, értetek. De persze itt még nem tartunk. Zoli, ennek a keretnek, meg a játékosoknak a jövője nyilvánvalóan nagy mértékben függ az MB2-es tagságtól? Én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Azért vannak olyanok, vagy mennyien lennének hűségesek minden helyzetben? Hát, úgy gondolom, hogy 5-6 embertől eltekintve a többinek mindenki lenne klubja, és már szerintem lehet többnek van is. Uh-huh. De míg van reális esélyünk, mondom, hogy bennmaradjunk, addig egy játékosnak kutya kötelessége megtenni a klubért mindent. Ha már nem lesz ilyen esélyünk, akkor én úgy gondolom, akkor mindenki mehet, mindenkinek a saját jövője a legfontosabb, de én 5-6-7 embertől többet nem nagyon várnék, aki itt tudna maradni.
Azt mondnak, hogy szerinted, ahogy a mester is mondta, hogy a gólhelyzetek kihasználása az, ami hiányzott. Tehát ezekben a fordulókban ne betonvédekezést várjunk tőletek, hanem pontosan ez minél több gólt, igaz? Megmondom őszintén, tavaly, amire az előbb kitértem, az utolsó fordulókban, amikor pontokat szereztünk, akkor az alapot inkább a stabil védekezésre helyeztük, és onnan kontrákkal próbáltunk operálni. Ezek be is jöttek helyek közzel, legtöbb meccsen. Viszont azt kell mondjam, hogy ebbe a fél évben mind a védekezés, mind a támadásra próbálunk koncentrálni, és ez nem mindig pozitív irányba sül el. Mert próbálunk egy stabil védekezésből támadni is, el is érünk a kapuig, de sajnos valahogy ez az 1-2-3 gól nem akar jönni, és azért különbözik az NB3, NB2-től, mert itt az apró kis hibákat nagyon megbüntetik. Itt, ha labdát veszte a félpályánál, itt könnyörtelenül kihasználják, és lehet 1-0 után, 2-0 után már nem tudsz visszajönni a meccsbe. És ez a mentális. Akkor az a következő 3 forduló, mondjuk annyi, az fog dönteni mindenről, mester? Meglátjuk, meglátjuk. Úgy néz ki, hogy a matematika azt mondja, hogy igen. Sok sikert a folytatáshoz, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást.